Abban az évben, amikor sokan többet voltak karanténban, mint a saját munkahelyükön, amire a legkevésbé szükségünk lenne, azok a szabaduló szobás filmek, nem de? Hatalmas tévedés, ezek a talányokkal felszteroidozott, fifikás, kulimázba mártogatott produkciók virágkorokat élik, és szerencsére van közöttük több egészen pofás darab is. Ha kedvet támad, egy kis klaustrofób belezéshez, akkor jó hírünk van, most következik 8 szabaduló szobás horror, méghozzá életre halára. A Prédák egy friss produkció, amiben a szereplőink Halloween estéjén találnak egy gatyarángatóan extrém szabaduló szobát, amiben mindenféle bohócok és random szörnyek igyekeznek a frázt hozni a szereplőinkre. Az ijesztések eleinte tetszenek az agyatlan szereplőinknek, de amikor tudatosul bennük, hogy a kínzások olyan valódiak, mint a szeptemberi iskola kezdés, szétesnek és a szabaduló szoba dolgozói szépen lassan egyesével levadásszák őket. Eleinte ötletes és szórakoztató film, amit egy kicsit túl gondoltak, túl főztek, így kicsit szárazabb lett, mint kellett volna, de egynek simán elmegy. Do you to see my face? netflix produkció a Platform című sci horror, amiben szereplőink egy szigorú, ám bár racionálisan értelmezhető, logikus szabályok szerint működő, több száz emeletből álló, vertikális kísérleti létesítményben találják magukat, ahol minden nap egy halom kaja megy fentről lefelé, és bizony az emberi mohóság miatt a lentiekhez már el sem jut semmi. A film az ötletes történettel és a talányok szép lassú kibontásával sikeresen fenntartja a figyelmet, még úgy is bőven megéri megnézni, hogy a befejezés mintha egy kicsit kapkodósan csak oda lett volna hányva. Nem sok olyan gyilkos szabaduló szoba van, ahol még a játékszabályokat sem mondják el neked, és pontosan ilyen a kör című misztikus horror, amiben 50 idegen zárnak össze egy kicsit puritán, de nagyon futurisztikus teremben, ahol a játékszabályok kikényszerítik a résztvevőket, hogy kiválasszák azt az egyetlen embert maguk közül, aki életben maradhat. A film ereje az egyszerűség, a játékszabályok néhány halál után kitisztulnak a résztvevők számára, akik így érvekkel, zsarolással, könyörgéssel vagy bármi egyéb retorikai fegyver készlettel tudnak küzdeni a saját túlélésükért. Jó és okos karakterek vannak a filmben, akik egymást próbálják manipulálni a túlélés érdekében, miközben a kérdés, hogy hogyan is kerültek a körbe, vagy hogy mi várja majd a nyertest a szobán kívül, nem is nagyon kerül szóba. Tavaly került a mozikba a Kövesbe című horror, amiben a piszkosul idegesítő ámbár történet szerint befutott vlogger Cole meghívást kap egy misztikus, exkluzív szabaduló szobába, ami a beszámolók szerint megváltoztatja az emberek életét. Cole és a barátai be is vetik magukat a játékba, néhány perccel később viszont már haldokló barátnőjét kell kirángatnie egy nagy akváriumból, amit aztán egy orosz alvilági leszámolás követ, amiben úgy repkednek a rakéták, mint Szíriában, amitől aztán a pelenka barnító belsődleges oldat termelése a tetőfokára hága nagydumás Cole testében. Ha levetkőzzük a nyilvánvaló logikai problémákat és az idegesítő elemeket, mint például Kohl, akkor egy szórakoztató, de kicsit kiszámítható filmet kapunk, ami viszont még így is simán nézhető. Ha van olyan játék, ami után biztosan visszakérnéd a pénzed, akkor az a kirakós által tető alá hozott öncsonkító gor parádé, amit a fűrész filmekből ismerhetünk. Szereplőink nyilván nem önként jelentkeztek a játékba, békésen hegyezték otthon a répát, amikor egy disznó állarcot viselő forma elrabolta őket, és innen már nem volt visszaút. Bár hivatalosan mindig van kiút, azért tudjuk, hogy Kramer bácsinak vannak olyan játékai, amiből nem nagyon lehetett élve kikecmeregni. Azt gondolnád, hogy ez nem túl jó üzleti modell, hiszen sok vendég nem jár vissza a játékélmény miatt, de mégis készült belőle vagy száz folytatás, így a listán is itt a helye, pláne hogy idén érkezik az újabb film a franchisehoz, a Spirál. Ha a 2019-es szabaduló szoba szereplői tudták volna, hogy a meghívásos elsőre sima szabaduló szobának hit játékban egészen könnyen meg is lehet halni, minden bizonyal udvariasan visszautasítják a meghívást. A hat szereplőt gondosan válogatták ki a játékra, a szobák szinte személyre szabottak, és a túléléshez mindenkinek a saját démonaival is meg kell küzdeni. Ez így elsőre nem tűnhet nagy extrának, de a karakterek jól kidolgozottak, a szobák pedig ötletesek és látványosak, gór vagy különösebb durvaság nélkül, így az is tudja majd élvezni a filmet, aki a fűrész féle trancsírozásra nem igazán vevő. A látványnak és a csavaros történetnek hála egy percig sem fogod unni a filmet, ajánlom mindenkinek, aki egy kis esti gondolkodtató kikapcsolódásra vágyik. And they all look egészen ritka, hogy egy állásinterjú egy halálos szabaduló szobává alakul, de mégis valami ilyesmi történik a vizsga című misztikus thrillerben, ahol a jelentkezők kompetenciáját egy ügyesen burkolt, trükkös, rejtélyekkel teli teremben próbálják meg lemérni. A legtöbb szobával ellentétben itt a jelentkezők azt hiszik, hogy egy sima, papír alapú tesztet fognak kitölteni, menet közben viszont rájönnek, hogy ezzel párhuzamosan egy másik rejtett teszt is folyik a szobában, amihez az eszközöket, de még magukat a rejtvényeket is nekik kell megtalálni. Érdekfeszítő és intelligens film, ami tele van ötletekkel és fordulatokkal, hasonló filmek kedvelőinek kifejezetten ajánlós. Az egyik legrégebbi és talán leghalálosabb szabaduló szoba a kocka, ahova nem igazán tudjuk, hogy kerülnek be az emberek, és azt se, hogy valójában ki lehet -e belőle jutni, de az biztos, hogy benne meghalni piszkosul könnyű. A kocka több száz, vagy talán több ezer kisebb kockából tevődik össze, melyeknek helyzete folyamatosan változik, és mindegyikük egyedi csapdákat rejt. Instrukciók hiányában minden a kockába került személynek önállóan kell kitalálnia, merre induljon, és mivel rengeteg lehetőség, de csak nagyon kevés jó válasz létezik, szinte mindenki a kockában levi a halálát, kivéve persze, hanem egy szimuláció az egész. Az egyik kedvenc filmem, és most kapaszkodjatok meg, 2021-ben, vagyis idén jön a remake. Ez lett volna 8 szabaduló szobás horror életre halára. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, hamarosan jövünk új videóval, addig is sziasztok!